Kedves testvérek, kedves gyermekek, biztosan volt a ti életetekben is olyan, amikor nagyon kértetek valamit a szüleitektől, mert nagyon szerettétek volna, hogyha megkapnátok. És a szülők vártak, ti újra kértétek, és végül megszületett ez a szó, hogy lehet, csináld, szabad. Most azon a napon vagyunk együtt, amikor ezt mondhatjuk ki, és ezzel a csúnya idegen szóval, hogy projektindító, tulajdonképpen azt fejezzük ki, hogy valakik azt mondták, hogy na jó, megengedjük, csináljátok, megszaporodott valami azért, hogy végbe mehessen, és az elkezdés ünnepén vagyunk együtt. Most azért vagyunk együtt, mert ünnepi öröm van a szívünkben, hogy végre megtehetjük, amit kigondoltunk, és elindulhat a nagyobb hely elkészítése a sok-sok Immanuelesnek, akik már itt vannak, meg akiknek majd ide kell járni ebbe az iskolába. Így a jelenlegi 82 fő helyett körülbelül 140 érintett személynek tudunk szolgáltatni 6 éves kortól felső életkori korlátozás nélkül. Az új iskolát a Kishegyesi út 156-os szám alatt valósítjuk meg, itt pedig egy tágasabb nappali szociális ellátást, ami jobban tudja specifikálni a szolgáltatásokat a szükségleteknek megfelelően. Mindkét helyen folytatjuk tovább a mozgásszervi rehabilitációt is, amelyben teljesen egyedülálló intézményünk. Jelenleg a tervezési stádiumban tart a projekt, az épület birtokba vétele 2021. szeptemberében várható. A Városi Tervtanács külön dicséretben részesítette a terveket, melynek néhány látványtervi eleme, illetve makettje itt látható. Az elmúlt közel 3 évtized egyértelművé tette, hogy ahhoz, hogy segíteni, szolgálni, gondoskodni tudjunk, ahhoz elkötelezett emberekre, intézményvezetőkre, pedagógusokra, munkatársakra van szükség. Óriási segítség az azon szülők, azon családok számára, akik egyébként ezzel a szakértelemmel, ami itt az intézmény falai között megtalálható, nyilvánvalóan nem rendelkeznek. Büszke vagyok arra, hogy Debrecen az a város, az a gondoskodó város, amelyik ezt a szolgálatot, ezt a tevékenységet magába tudja fogadni, és van lehetőségünk arra, hogy nem csak a jelenben, hanem a jövőben is gondolkodjunk, és gondolkodjunk abban, hogy még nagyobb teret nyissunk egy nagyszerű cselekedetnek, egy nagyszerű tevékenységnek. Győri Zsófia, aki nem véletlenül kapta 2017-ben a Boncz László díjat, a város szociális területre vonatkozó elismerését, rendíthetetlen elkötelezettséggel viszi ezen intézmény ügyét, és hát ahogy erre Esperes utalt, azért az elmúlt 2-3 esztendőben voltak nehézségek, de hát az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye, és ennek köszönhetően minden nehézséget sikerült eddig leküzdeni, és a város részéről a továbbiakban is arra támogató hozzáállásra számíthatnak, amely ehhez a csodálatos munkához eddig is hozzátartozott. Kívánom azt, hogy nagyon sok gyermek, nagyon sok fiatal életét tegyék boldoggá, boldogabbá azzal a munkával, amely itt zajlik az intézmény falai között. És hát ugye, ha jól tudom, most körülbelül 80 gyermek az, aki részesül az intézmény áldásos tevékenységében, és a fejlesztésnek köszönhetően pedig 140-re növekedhet azon gyermekek száma, akikről gondoskodni lehet itt. Fantasztikus üzenet a gondoskodó Debrecen lelki világát illetően, vagy gondolatiságát illetően erősíti ezt a folyamatot, hiszen az elmúlt évek debreceni fejlesztés politikájának is egy nagyon fontos vonulata volt, hogy tudjunk gondoskodni azokról az embertársainkról, akik erre rászorulnak. Úgyhogy én nagy hálával és köszönettel gondolok Zsófiára és az összes munkatársára, a Református Egyházra, hogy vállalja ezt a missziót és viszi a jövőben is, erősítve Debrecennek a keresztény lelkületét, gondoskodó lelkületét, és kívánom, hogy legyen erő, egészség ehhez a munkához a következő évtizedekben, hogy boldogabbá tegyük azokat a gyermekeket, akik itt vannak most közöttünk.